Hellóztok! Köszöntök itt újra mindenkit a Steampunk 83. részében. És az előző részben elkezdtünk itt egy elég nagy projektet, elkészült ez az épület, aminek még nem volt meg a teljes szerepe, na most ebben a részben ezt szeretném berendezni, és ki is tettem ugye Instára a szavazást, hogy szerintetek mi néznek ki itt bent jól, inkább egy kölyögyár, vagy inkább valami atomerőműszerűség. Na most érkezett mindenféle vélemény, sokan azt is írták, hogy ez egy templom, amit nem tudom, hogy láttok bele. Lehet, hogy az XP gyár után azóta már mindenki mémeli, hogy bármit építek, az egy templomra hasonlít. De minden esetre eléggé megoszlottak a szavazatok, majdnem 50-50 százalék lett, hogy ez most inkább a kaja, vagy inkább az atomerőmű. Egy picivel azonban az atomerőmű nyert, és én amondó vagyok, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk kombinálni a kettőt, már csak azért is, mert ugye a szavazatok is eléggé megoszlottak. Építsünk ide egy reaktort, és a kajagyárból a Blaze Cake-et készítsük még el itt, ami ugye nem is kifejezetten egy kaja, hanem inkább egy ilyen energiatermelő forrás. Szóval, hogyha ez összességében inkább egy ilyen energy factory lenne, akkor mind a kettő illene bele. A torta is, meg az atom is. Atom és tortagyár. Vagy atomtorta. Ami meg úgy hangzik, mintha atombombát készítenénk itt. Na, minden esetre, akkor kezdjünk bele egy új modba, amivel még szinte egyáltalán nem foglalkoztunk, ez pedig a Crate New Age. Tehát itt a nukleáris reaktorok, az szintén csak a Crate-en belül készülnek, nem lesznek annyira nagyon kidolgozottak és veszélyesek sem, mint mondjuk egy Space Dragonsban, de mégiscsak egy aktív reaktor, ami le tud olvadni, uránt kell beletölteni, vagy hát itt pontosabban tóriumot, tud sugározni, hogyha rosszul építjük meg, úgyhogy oda kell majd figyelnünk minden lépésére, viszont előtte összedobtam ilyeneket, amit szintén ugyanez a Crate New Age ad be. Ez olyan... Jézusom, de megijesztettetek. Van valami jó deal. Hogy egy olyan gyűrű, ami szerintem még nekem nem is volt. Ezt megvenném. Kedves uram. Szóval első lépésnek készítettem egy ilyen basic solar plate-et, amit igazából itt kint el is helyezhetünk. Ez ilyen krétes napelem, szóval láthatjátok, ahogy jön fel a nap, úgy egyre több és több hőt termel. Ez már nem is napelem, hanem ezt tudjátok olyas, mint amit a nagyítóval szoktak csinálni, hogy igazából hőt termel azzal, hogy így befogja a napnak a sugarait, és akkor lent, vagy nem is tudom, lehet, hogy nem is csak lent, hanem akár itt is talán ki tudja adni magából. Ezek azok a heat pipe-ok, amik elvezetik a hőt, és az nekünk nagyon jó, mert akkor például rá tudjuk kötni egy ilyen Stirling engine-re, ami már el is kezd forogni a hőnek a hatására, és ezt ugye a szokott módon egy alternatorrel át tudjuk váltani valami olyasmi energiává, amit aztán ezekkel a konnektorokkal el is tudunk vezetni. Tehát ide teszek például egyet, meg legyen mondjuk egy ilyen energizer, ami ugye használja ezt az energiát, elhelyezzük ide, ráteszem a tetejére, és akkor itt egy ilyen New Age-es kábellel be is tudjuk kötni. Attól függően, hogy milyen minőségű kábelt készítünk, egyre több és több energiát tudunk elszállítani rajta egyértelműen. Hát nézzük meg egyelőre a copperrel, ez ugye a legalapabb, összekötjük, nice. Egy ilyen solar panel sajnos elképesztően gyenge, szóval még így erős napsütésben is többet kell lehelyezni belőle, hogy úgy érjenek is valamit. Hogyha mondjuk így lepakolunk egy kicsit többet belőle, akkor már talán elég ahhoz, hogy meg tudja hajtani ezt az alternátort, és ott már fent telik is az energia. Egyébként így már nem is annyira rossz sebességgel. Na, minden esetre ilyet már ugye csináltunk korábban Energizer, itt tudjuk átalakítani a New Age-hez szükséges nyersanyagokat, basic dolgok, mint például a vasat egy ilyen felcsarcsolt vassá, az aranyat szintén csak, és a gyémántot úgy szintén csak, úgyhogy kössük be akkor ezt a gépet is, és kezdjük a vasakkal, ott is van az első overcharged, tehát ez igen csak gyenge, úgyhogy alakítok át még egy csomó ilyen overcharged vasat, meg aranyakat és gyémántokat is jelentők kezdeni a craftingunkat olyan helyen, ahol már ez ki van nekünk építve. Itt is vagyunk a jó öreg XP gyárban, amit valamiért mindenki templomnak hív, nem is értem, hogy miért. Honnan jön ez? Bármelyik épületbe kezdek bele, rögtön mindenki, hát ez is egy templom lesz. Na, minden esetre jöhetnek akkor ide a vasak, jöhetnek a goldok, és végül a gyémántok szintén csak 64-szer a mindegyikből el fognak folyni. Addig is, amíg ez készülhetik, mondjátok már meg nekem őszintén. Írjátok már meg, ez szerintetek egy templom? Ez úgy néz ki szerintetek, mint valami szent építmény? Ne vicceljünk már. Maximum itt mellette a kis slab. Sziasztok, chat. Itt van, tessék még köszöntés nektek. Ez nem egy templom, én ezt kikérem magamnak. Na egyébként lehet, hogy kicsit renoválni kéne tényleg ezeket a régi épületeinket. Na, mindesetre megvannak a gyémántok is. Na és itt is vagyunk vissza akkor a gyárban, megvannak a basic alapanyagok. Ezekből már tudunk készíteni például advanced solar paneleket, ezek fejlesztett változatok, de nem is fogjuk kipróbálni, mindenki el tudja képzelni, gyorsabban fogja termelni a hőt. Ami viszont érdekes, az a generátor coil, így készül, ez is nagyon basic. Ez a forgási energiából fog tudni nekünk előállítani rendesen elektromágneses energiát,
amit aztán ugye vezetékeken keresztül vihetünk is tovább. És hát az is a célom ezzel a területtel, hogy egy ilyen jó kis ipari negyer legyen, tehát ide érkeznek be a vonatok, lepakolják a nyersanyagokat, folyadékokat, majd kell egy vonatsint építeni egyébként oda a fúrótoronyhoz is, hogy az olajok is ide érkezzenek meg, és hát minden van itt, csak elektromos energia nem. Hogyha bármilyen épülettel, géppel szeretnénk bővíteni ezt a helyet, akkor az elektromos energiát megtermelheti nekünk a reaktor, mondjuk itt ezen a részen. Szóval itt vannak ezek a kis koilok, ezeket el lehet helyezni például így, egy ilyen mágnes gyűrű közepében, és pont mint a valóságban is, amikor ezt így megforgatjuk benne, akkor szépen energiát tud előállítani nekünk. Itt mutatja a kis ábra, ebből egyébként többet is lehet tenni, akkor még hatásosabb lesz a dolog, és ezt aztán akár összeköthetjük is motorokkal, amik szintén csak forgását tudják alakítani, vagy éppen amire kell. De amúgy ki lehet cserélni ezeket a blokkokat ilyen, hát ez nem tudom milyen anyag pontosan, de ebben még hatékonyabban tud termelni. Tehát ez a magnetite blokk, ez csak az alap, ezt tudjuk szépen átfejleszteni mondjuk redstone mágnessé, azért ilyen piros, vagy layered magnetté, vagy fluxated magnetté, és a legjobb az pedig a netherite magnet, ki gondolta volna, hát netherite és gyémántból készül, kegyetlenül költséges, tényleg. Minden jól megy, akkor ezt csak egyszer kell megcsinálni. Ebből szeretnék egy ilyen 3x3-at kipakolni, szóval valahogy ide megépítünk egy ilyen nagy változatot is belőle. Tehát ahhoz, hogy ezt beüzemeljük, először is meg kell építenünk a reaktort, utána a reaktorból kivezetni a hőt, átalakítani gőzzé, a gőzből csinálni forgási energiát, a forgási energiával pedig ezt meghajtani, és végül, hogyha ezt meghajtottuk, akkor tudjátok, már csak ki kell vezetni belőle az elektromos energiát. Amúgy ebből még lehetne nagyobbat csinálni, elfélt a nether item, szóval egyelőre ennyire telik a dolog, majd megnézzük a farmokat, hogy készítettek-e eleget, viszont előtte akkor jöhetne a reaktor. A reaktorhoz viszont elsőnek burkolatot kell majd csinálni, amihez szintén energiára van szükségünk, meg egy kis préselgetésre is, szóval vissza oda középre. Amúgy nem tudom, hogy lesz elég energia hozzánk, mert hogy ez az épület konkrétan ezt a részt épp hogy csak el tudja látni megfelelő mennyiségű energiával. Sőt, hát hogyha bekapcsolom az Arc Furnace-t, akkor még a maradék battery is kiürül, úgyhogy lehet, hogy be kell venni egy kicsit most ideiglenesen a diesel generátort. Hagy pöfögjön ez is, tehát hogyha dízelgenerátor nem lenne, akkor itt ez a rész is energiamentesen maradna. Na minden esetre akkor nekünk jöhet ide első lépésnek egy ilyen, aztán egy deployer, és végül egy prés, és jöhetnek a téglák. Ide is dobjuk az első adagot, energize, cucc, és itt van a végtermék. Jó pár 60 és pak össze is jön, pedig csak egy adag téglát tettem bele. Ezekből a reaktor casingekből tudunk átlátszót is csinálni, üvegek segítségével ugyanezt tudja, csak nyilván ezen így át tudunk látni, szóval be tudunk kukkantani a reaktorba, ha esetleg kell. Ebből készülnek egyébként a fuel inserterek is, itt tudjuk majd betölteni a tóriumot, és végül a heat ventekkel tudjuk kivezetni belőle a hőséget, szóval ebből is késztek mondjuk így egy 4 darabot. Na most magát a reaktor rudat azt már nehezebb lesz megcsinálni, egy kicsit ezt most ki is kell itt cserélni, ugyanis elsőnek radioaktív tóriumra van szükségünk, ami a tórium ledarálva, de az a helyzet, hogy csak 10%-os eséllyel dob ilyet nekünk, szóval ez nagyon kevés. Rengeteg tóriumra van szükségünk, még jó, hogy van 1700 belőle, de még többre lesz szükségünk, szóval mindegy, meglátjuk, hogy mennyit bír ez ki nekünk. Ide bedobjuk, aztán darálhatja is le. Amúgy, ha esetleg nem lenne elég, és nem akarunk bányászni belőle többet, akkor éppenséggel kő és clay keverésével tudunk még ilyen tóriumokat szerezni. Valószínűleg erre is szükségünk lesz, igen. Amúgy a heat pumphoz is. Ó, ez is egy fontos dolog, akkor ezt is megcsináljuk. Na nézzük, mennyi készült el belőle összesen. 1700 ledarálásából csak 261-es pak plusz 50 radioaktív tórium. Hát ez nem annyira sok. Na jó, hát ez van. Na mindegy, hogyha már itt vagyok, akkor pár nedő rakot is darálok le, ez meg majd a place cake-ekre nek lesz fontos. Szóval itt vannak a radioaktív tóriumjaink, és akkor ezt már el is helyezhetjük ide. Adni kell nekik iron plate-eket. Ez mi? És készülnek belőle a technősök. Oké, szóval a technős menjen innen, és készülnek nekünk belőle a nukleáris üzemanyagok. Na és ezekből pedig jöhetnek a reaktor rodok, méghozzá egy ilyen óriás nagy multicrafting felhasználásával. Kicsit át kell ezt alakítanunk, és akkor felülre jöhetnek a gold sheetek, alulra is jöhetnek a gold sheetek, reaktor casing, plusz az üvegek, és a reaktor fuel rodok. És nézzük, hogy mi lesz belőle. Ott is van az első reaktor rod. Ez ilyen nagyon menő, mert itt ezt is be tudja mutatni, hogy pontosan hogyan kell egy ilyet megcsinálni.
oda jönnek majd a reaktorudak, és akkor ezt kell majd körbevenni mindenféle dologgal, de először még készítsünk egy párat, és aztán utána mehetünk is megcsináljuk a mi magunk saját dizájnját, mert hogy ez itt is olyasmi, mint a Space Dragonsban, hogy igazából akkora és olyan lehet egy reaktor, amilyet szeretnénk, és akkor attól függően változnak majd a tulajdonságai is, tehát hogyha egy nagyobbat csinálunk, vagy effektívet csinálunk, akkor nyilván sokkal többet is tud termelni. Viszont a kockázata is nagyobb lesz, meg az üzemanyag igénye is, tehát majd ilyen tóriumokat is vagy automatizálunk el, vagy elmenni és bányászni egy csomót. Na nézzük, hol legyen a reaktorunk. Hát szerintem nagyon adja magát itt ez a kis szoba, úgyhogy miért ne legyen itt bent? Itt olyan, mint hogyha egy kicsit így el is lenne zárva a dolog. Itt jó is lesz akkor az alapja. És akkor nagyon fontos, hogy ténylegesen beépítsük rendesen, mert hogyha valami részt hagyunk rajta, akkor el fog vinni minket a sugárzás. Legyenek valahol itt egyébként ezen az oldalon az üzemanyag bevezetései, és itt a túloldalon pedig lehetnének a kivezetések, méghozzá ezekkel a heat ventekkel. Tehát felmelegszenek a reaktorodok, megmelegítik ezeket a kis hűtőbordákat, és ez itt továbbadja a hőmérsékletet, amit ugyanezzel a heat kábellel tudunk is tovább vinni, mint ahogy a napelemeknél is csináltuk. Legyen még egy sor, lehetne még egy sor egyébként, legyen ilyen jó magas ez a reaktor, és középre pedig, hogy még dizájnos is legyen, mennének ezek az üvegek. Ez így szerintem tök jól néz neki. Sajnos olyanokkal nem kell trükköznünk, mint a Space Dragonsban, hogy mondjuk így a moderátorokat, meg különböző fuel dolgokat hogyan rendezzük el egymáshoz képest, mint mondtam, ez egy kicsit egyszerűbb dolog, de mégiscsak egy steampunkos környezetben vagyunk, szóval ennél bonyolultabb most ide nem is kell. Egyáltalán azon vagyok meglepődve, hogy még így is beletettek egy ilyen reaktoros módot, miközben alapvetőleg ugye a modpack hangulat az abszolút nem kívánja. Na legyen itt egy ilyen kar, ez fogja majd akkor ide betölteni funnelökkel a bevezetéseket. És ha betölteném az üzemanyagot, már el is indulna a reaktor, de egyelőre még nem szeretném, mert meg kell oldanunk a hő elvezetését, különben ugye leolvadhat a cucc. Hogy legyen az, hogy itt vezetjük el ezeket a hővezető kábeleket, és meg kell hajtanunk vele valami iszonyat mennyiségű boiler heatert, és itt jön el a következő lépés, ugyanis erre már ráépíthetünk egy óriási fluid tankot, tehát egy olyan 3x3-as gőzgépet, aminek tényleg hatalmasnak kell, hogy legyen. Itt alakítjuk át először gőzzé, majd utána forgási energiává a dolgot. Hát nem tudom pontosan hány ilyen steam engine-t kell most rátenni, de ha jól tudom, elképesztően sokat. Ezt most végigpakoljuk vele így, remélem, hogy jól számoltam. Mindegyik ráadásul kell, hogy kapjon egy shaftot is így a végére. Na ez alá beépítjük a melegítőket, ezeket a heateröket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és beköthetjük őket a csövekkel. Egyébként nem is tudom, hogyha már ezt itt vezetem, akkor biztos, ha esetleg túl meleg a reaktor, akkor még pár ilyen heatert elhelyezhetek ide, és akkor a maradék hőt is le tudja adni. Tudjátok mit, ezt majd kipróbáljuk. Egyelőre még nincsenek bekötve, hanem csak simán elvezetjük a reaktorhoz. Itt most szépen megoldjuk, hogy normálisan jöjjön át a falon. Na, be van kötve a dolog. Amúgy, hogy helyet spóroljunk, én ezt átépítem inkább ide fentre. Jobban is fog kinézni, meg helytakarékosabb is lesz a dolog. Na jöhet egy kis vízpumpálás neki. Tessék, ami csak kifér a csövön. Amúgy azt nézem, hogy ezt lehet még nagyobbra építeni. Hát jó, én nem tudom, hogy mik ennek a max méretei, de az biztos, hogy már most nagyobb, mint amit korábban építettünk bármikor. Na nézzük, hogy be tudjuk indítani a reaktort, nagyon kíváncsi leszek rá. Be is az első fuel rod, és ott már láthatóan be is indult, elkezdett termelődni benne a hő. Na most mind addig, ameddig el nem éri azt a 10k-s értéket, addig semmi baj nincsen, látható, hogy gyorsabban szállítja el a hőt, mint ahogy termelné, szóval eddig teljesen rendben vagyunk. Na viszont azt hiszem, hogy egyetlen egy heat pipe ide nem elég ez a generátorhoz, minimum 3-asával kéne vinnünk. Ja, még 9 darab ilyen heat ventre szükségünk van. Ezt a reaktort, ezt át kell egy picit alakítani. Hát most én nem tudom, hogy lehet amúgy leállítani, nincs nagyon rajta ki és bekapcs gomb, de ahogy látom, pont most használtál az üzemanyagot is, szóval elve most a biztonságos kibontani. Nézzük csak meg, hogy ide még a hátuljára fogok tenni pár ilyen heat ventet. Az egész üveget úgy kicseréljük. Hogy nem tudom, hogy ezek a heat pumpok mire jók pontosan. Ezekkel nagyon óvatosnak kell lenni, mert simán le tudnak égni, hogyha például rossz irányba pumpálják a hőmérsékletet. És akkor vele együtt elpusztítják a kábeleket is, és hogyha nincsenek a kábelek, akkor maga az egész reaktor is el tud pusztulni. Szóval nem teljesen érted, de most kipróbáljuk, hogy ezek itt mit tudnak. Na nézzük, adjunk neki még egy kis üzemanyagot. Mert hogyha pár helyre betesszünk ilyen pumpákat, akkor emelkedik a hőmérséklet. Mint hogyha
irányítani kéne. Jó, ez nekem is teljesen új, szóval most level 14 és 15 között ingázik a dolog. Oh, bakker! Viszont ezek a pumbák itt a túloldalon szétégtek, tehát erről beszéltem. Áleinek nem a reaktor ment tönkre, de hogyha ezt itt tovább hagyom, akkor valószínűleg maga a reaktor is leolvad. Jó, itt nem tudja elvezetni. Full steam. Ó, közben meglett! Az achievement! A tizen nem tudom hanyas, mindjárt megnézzük, csak itt problémák vannak! Nem tudom, nem tudja elvezetni, nincs még több kábel kell? Erünk már! Időkérdés, és mindjárt leolvad az egész reaktor. Lehet ide még kell egy adag heat pump. Kockáztassuk meg. Júj, ne! Visszavezetem a reaktorba! Ne, ettől féltem, tessék. Júj, ez ilyen nagy bullshit dolgok történnek itt. Ez így nem jó. Jaj, meg fog ölni engem a Wither effekt. Basszus. Meneküljünk. Még nem olvad le teljesen a reaktor. Nem hagyhatom itt gyorsan, ezt itt még kell szenni belőle. Úgy, jó, lebontjuk itt gyorsan ezt a részt. Tudom, hogy most ez extrém sugárzásnak vagyok kitéve ezzel. Basszus, ide kéne szereznem egy sünt, vagy nem tudom, aki ezt felügyeli. Jó, ideiglenes megoldásnak egyelőre ez jó, pár hűtő tudsz, meg ilyesmi. Ki kell pihennem ezt a sugárzást. Na, létezik, hogy sikerült volna egy maximális méretű Steam Engine-t létrehozni? Egyelőre úgy néz ki, igen, hogy stabil. Ez ugye 18-as szintű dolog, ami nagyon durva, mert ez kétszer akkora, mint ami a jelenlegi eddigi legnagyobb energiatermelő dolgunk volt ugye ott a szigeten, az csak 9-es szintű. Ez meg 18, úgyhogy ez tényleg rengeteg S-út termel, csak meg kellett várni, hogy ezek itt szépen mind felmelegedjenek alul. És akkor itt az idő, hogy ezeket most így összekössük. Mi az Isten? Lepattant egy adag ebből a shaftból róla. Ez ilyet is? Mi történik itt? Vannak kiingadozásai, ó, jaj, te jó ég, ez az energiatermelő rész, ez jóval nehezebb, mint gondoltam. Egyszer a gőzgéppel, egyszer pedig a reaktorral van valami gond, de igazából inkább a reaktorral van valami gond, akkor mégsem annyira stabil az ellátása? Mit csináljak? Még több pumpát tegyek be? Azt nem merem. Leégeti a dolgokat. Hogy működik ez a heat pipe? Ott így felül, hogy ezek itt nagyon forrók, de ahogy távolodok a reaktortól, például itt most már csak ilyen ötös az erőssége. Mi van akkor, hogyha... Na jó, lehet, ezt így kéne csinálni. Mi van akkor, hogyha mondjuk ide vezetjük el ezeket a heat pumpokat? Kérlek, ne őrülj meg teljesen, hanem legyél jó. Na így, ez itt most ismételten tovább adja, és szépen növekszik benne a hőmérséklet. 10.000 K-t, ugye az olvadási pontját azt nem éri el, de hát, ha több jut a reaktorba, és több jut a reaktorba, nézzétek meg, ez a megoldás! Rájöttem, úristen, ezt itt most együtt tanultuk meg ebben a videóban. Jóval több a hőmérséklet, mint amit magát, amit a reaktor el tud vezetni. Most már értem, hogy működnek ezek a csövek. Nagyon jó. Na ez most már stabil lesz. Még stabilabb lesz, mint eredetileg. Nyugodtan visszaköthetem ide ezeket. Nem kell félni az ingadozásoktól. Közben megcsinálom ezt itt, hogy kicsit szebb legyen ezeknek a kábeleknek az elvezetése. Azért látszódjon, mert mégiscsak része a gyárnak, és jól is néz ki, hogyha megint csak így össze-vissza vannak kábelek. De azért lehessen már közlekedni itt körülöttük, szóval itt szépen levezetjük őket itt be, és akkor így megy be a reaktorba, vagy hát mi ez, boilerben. Na és utolsó lépésnek csinálni kell 3 darab ilyen óriás koilos dolgot. Elkezdhetjük ezeket így szépen felvezetni. Jöhet ide egy casing, egy gearbox, egy másik casing, és téged pedig vezethetünk itt szépen el egy jó kis rotation speed controllerben, mert hogy utolsó lépés, hogy meghajtsuk ezeket a coilokat, és lesz elektromos áramunk. Feltoljuk maxra, és pár kis fogaskerékkel emelünk egyet rajta, egy chain drive, és már irányíthatjuk is be, és így szép szimmetrikus is lesz a dolog. Na nézzük, rögtön a maximális forgási sebesség, plusz ugye körbetéve a netherite magnetekkel. Van itt nekünk egy ilyen carbon brushes, és akkor ezzel tudjuk itt egy HV kábel segítségével betölteni az akkumulátorainkba. Nézzük is, hogy működik-e a dolog. Fú, azonnal tölti át. Én maradok ezeknél az immersíves konnektoroknál, nekem ezek jobban tetszenek, mint ez a Create New Age. Nézzétek, hogy szágult fel az akkumulátor. Elképesztő. Nézzük meg, hogy mennyire stresszeljük le a gépünket. Például így. Szinte majdnem maximum 81%-ra. Tehát, hogy ezt meghajtani ennyire durván költséges, hogy egy maxos reaktor, ami közel 300.000 S-út termel, azt már most 81%-ig el is használtuk. Nézzük csak még egyszer, most két irányból kötöm rá. Most még gyorsabban telik.
Oké, tehát akkor ez egyértelmű. Igazából, hogyha minden kivezetéséhez teszek egy-egy ilyen kábelt, akkor kivezetésenként tud 6500-at. Na jó, akkor most már csak el kell szállítanunk pár forgási energiát is vissza ide, ugyanis meg kéne hajtanunk ezt a kart, hogy innentől kezdve automatikus legyen az üzemanyag újratöltés. Jöhet is ide az üzemanyag, ilyen szépséges fiúradag formájában, egy kivezetés neki, egy pár bevezetés erre az oldalra, és egy kar, aminek megadjuk, hogy tessék innen töltögetni a dolgokat. Most már csak egy kis dekoráció kell, meg egy kivezetés neki itt hátra, és kar el is kezdett dolgoskodni, mi meg ezt megcsináljuk, mint hogyha valahogy így ennek az egésznek így a része lenne, tessék, így egészen jól néz ki a dolog, mint hogyha így szállítanák ezt, mint hogyha ez nem is az energiát szállítaná, forgás energiát, hanem ide a fiorodokat. Na és hát akkor a tóriumunk igencsak fogytán van, ezt kéne akkor végtelníteni így első körben, szóval, hogy nehogy esetleg lekapcsolódjon a reaktor, mert akkor nagyon sok idő neki újra melegennie, meg kéne csinálnunk ide egy ilyen végtelen tórium farmot. A tóriumhoz viszont kőre és kléjre van még szükségünk, ami pont szerencsés, mert hogy azok itt termelődnek mellettünk, úgyhogy a kőnek egy részét majd át kell szállítani, hogy ide küldjem. A kléj az pedig ugye itt fent termelődik ezen a részen, és aztán a végén majd le kell darálni, úgyhogy gyorsan megítsanak pár ilyen crushing wheel-t, ami ugye így készült, összeállnak a dolgok. Jó, hát ez itt még nem a leggyorsabb helyünk, de nem baj, ettől függetlenül meg lesz, amit készítünk. Köszönjük szépen, és akkor ezzel fogjuk majd ledarálni a tóriumokat is. Na és annyira király, hogy egyébként itt mindent megtermelünk ezen a részen, mert akkor ezt a kart már csak át kéne állítanom, hogy innentől kezdve az elkészült anyagokat innen szépen felvegye, és áttegye inkább kintre ide a túloldalra, mert akkor innen transportálhatnánk is át egészen oda a messzeségbe, plusz akkor már felhoztam itt csövön ilyen köveket is, mert ez a hely pont mind a kettőt gyárt követ is, és clayt is, és akkor ezeket itt szépen átvihetjük itt a bánya fölött, akkor nézzük, hogy itt a végén hogyan tudnánk bekötni ebbe az épületbe pár belt, és már akkor érkeznek is ide be a dolgok. Most már csak akkor fel kéne dolgoznunk őket, hát elsősorban a tóriumhoz egy ilyen mixelés fog kelleni, szóval fogok is egy ilyen basint, elteszem ide középre, jöhet is bele a mixer, és a megérkezett nyersanyagokat nagyjából tölthetjük is be, illetve a kléjeket még össze kell préselni, hogy clay block legyen, szóval teszünk ide még egy ilyen prést is, plusz ide megadhatjuk, hogy ide csak a kléjek kerüljenek. Amikor megvan az a 4 darab clay, akkor itt a túloldalon kiadjam. Mondjuk ezt lehet, hogy jobb lenne inkább áttenni ide a túloldalra, de igazából ugyanez, csak ugye egyszerűbb lesz majd visszavezetni a tóriumokat ezen az oldalon, mert hogy ez a kép mit is csinál? Hát egy tóriumból csinál kettőt, szóval minden második tóriumot vissza kell vezetnünk, hogy sose fogjunk ki. Így tehát egy ilyen tunnel segítségével felezzük meg az elkészült nyersanyagokat, és a tóriumok mindig jöjjenek ide-vissza, ahol ez már szépen vissza is szívja magába azt az egyet, ami elkészült. Na akkor már csak a kövek kellenek, szóval teszek egy hoppert, megint egy fenölt, és megadjuk neki, hogy ide csak a kövek kerüljenek. Bekötjük őket, nézzük, hogy összejön-e a dolog, és el is kezdtek készülni. Szuper! Oké, fel van töltve kléjjel, fel van töltve kővel. Utolsó lépés, hogy jöhet egy adag víz neki, amit pedig hát alulról fogunk megcsinálni, mert hát most már csak ott van hely. Szóval mondjuk innen, és már jöhet is ide a többihez. Nice! Na és töltsük hozzá a tóriumokat, tessék! És el is kezdte csinálni, nagyon jó. Remélhetőleg ide is érkeznek. Aha, igen, így fele-fele arányban szétosztja őket. És akkor ez itt szépen felküldi, és akkor itt jöhet a daráló rész. Ezért is készítettem el ezeket a kerekeket. Nézzük is. Olyan sebességében itt kelleni fog egy ilyen spruce trapdoor. De akkor itt már meg is van a darálás. És hozhatjuk tovább feldolgozni őket. Ugyanis a darált tóriumoknak 3 dropja is van. Ezek közül 70%-kal jönnek ezek a kis XP droppok, meg a vasak, és csak pár százalék, azt hiszem 7%-kal jön maga a tórium, szóval ezeket érdemes lenne tömöríteni, mert nagyon sok van belőlük már most, szóval kell nekünk egy deployer, és még 2 darab ilyen prés. És utolsó lépésben most már csak be kell kötnünk őket, hogy mindenhol legyen elég forgási energia, és itt gyűjtjük is össze őket ebbe a ládába, megint csak egy közönséges funnel segítségével. Ezek itt megérkeznek, vajon megcsinálja belőlük az üzemanyagot. Meg hát, szuper, van 6 darab üzemanyagunk, és ez elvileg ilyentől ez a végtelenség termel, ami jó, mert a fenti része már sajnos ki is apadt a dolgoknak, szóval jó lenne ezt újra hűteni, vagy fűteni, és akkor maximálisan tud újra működni a reaktor. Hát ez megint elég kompakt lett ez a rész, csak sikerül kompaktosítanom, miközben nem is akarok, de
Na mindegy, a lényeg az, hogy úgy látszik, hogy végre van, akkor végtelen üzemanyagunk is. Jöhetnek is akkor a blézkékek, ami két lépésből áll, először az alap, utána pedig a láva, és végül ezt is szerintem begyűjthetjük ide például ebbe a ládába. Itt fogja majd rátenni a lávát, hozunk is neki egy kis bevezetést, egyébként itt sunyiban már elkezdtem idehozni a lávákat, szóval innen így elvezetjük, király, hogy a másik hely egyébként még ezt is előállítja, lávánk már meg is van, és a következő az egy basin, egy press rá, és végül egy csomó hopper, amiket így a szélére is tehetünk. Tojásban majd csinálunk farmot, úgyis akarok még egy ilyen nagyobb farmolós rész növényeknek, meg állatoknak, ugyanez igaz a cukorra is, és végül a darált nether rock el is kezdte készíteni, itt meg be is tölthetjük ezeket ide a helyére, egy kis dekoráció, és meg vagyunk, van automatikus placekékünk is, szóval itt termelődnek az energiaforrások, az egyik a az atomenergia, amiből mostanra már egy csomó készült, a másik pedig a blaze cake, és akkor itt pedig majd transportálhatjuk el az autóval, hogyha majd be tudjuk ide parkoltatni. Közben egyébként magát a helyet is egy kicsit még dekorálgattam, csak hogy kicsit jobban nézzen ki, és ja, itt az idő, hogy ezeket is betöltsük, remélhetőleg lesz elég, hogy meg tudjuk hajtani véglegesen a reaktorunkat. Most már csak valami felügyelőt kéne ehhez a helyhez adni, aki majd vigyáz a reaktorra, meddig nem vagyunk itt. Hát sajnos Suni nincs ebben a modban, de van ilyen fura sivatagi egér. Suni tüskék nélkül végül is, szerintem teljesen ugyanaz. Mert elvileg nem lehet baja. Ez olyan, mint egy RBMK reaktor. Kizárt dolog, hogy ez felrobbadjon. Tessék, itt van az egész éves béred posztbe. Szóval ő lesz majd, aki felügyelés, hát csináltam ide még egy ilyen kart, amivel le tudjuk zárni, és akkor tök jól néz ki a dolog. Ja, szóval úgy nagyjából összeállt szerintem a szerkezetünk, és igazából most már csak külső dekorációk kellenek, meg itt ezt a maradék helyet is akár berendezhetjük. Igazából itt akár építhetnénk egy hűtőtornyot is. Ez az első olyan reaktorunk a sorozatainkban, aminek ténylegesen szüksége lenne egy hűtőtoronyra. Hát ebből a szempontból még talán valósághűbb is, mint az eddigi reaktorok. De hát nem tudom, hogy lesz-e neki itt hely, szóval majd meglátjuk, meg ide egy ilyen kis lerakodó állomás, vagy parkolót is szeretnék csinálni. Mindenesetre ezt még kitaláljuk, de szerintem nagyjából összeállt a dolog, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok a mai napra is. Hamarosan folytatjuk a következő részben, ahol megcsináljuk a sineket, hogy egészen az olajfúró állomásig össze legyenek kötve, és onnan is elhozzuk a megtermelt dolgokat. Szóval köszönöm szépen, még egyszer itt voltatok, hamarosan találkozunk, addig is minden jót, és sziasztok!